Jejdan Izrael! Jejdan! Jejdan! Amikor felnőttetik gyerekek százai, mára talán ezrei veszítik el a karjukat, a lábukat, és válnak életre szólóan sérültekké. Szándékos bűncselekmények következtében néhány nap leforgására. Fontos, hogy mindenki, akinek gyermeke van, felidézte magában azokat a nehéz napokat vagy órákat, amikor a gyereke valamilyen betegség, orvosi vagy fogorvosi kezelés, esetleg egy kisebb-nagyobb baleset következtében fájdalmat és szenvedést élt át. És mi szülők nem tudtunk rajta segíteni. Azt hiszem, a felnőtt ember életében ez a legkeservesebb érzés. Fontos, hogy minden magyar ember és a világ minden szülője erre az érzésre gondolva átélje azoknak a palesztinoknak a helyzetét, akik tehetetlenül kénytelenek végignézni a gyermekük embertelen szenvedését, a gyerek kezének, lábának elvesztését, haldoklását, szörnyű kínjait. Aki ezt az érzést képes és hajlandó végig gondolni, az erkölcsi kötelességének fogja érezni, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a szenvedés megszüntetése érdekében. A palesztin nép iránti szeretet és az együttértés mellett így ott van bennünk a vágy, hogy tehessünk is valamit az igazság győzelméért. Nekünk magyaroknak mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nemzetek közössége a legsúlyosabb szankciókat alkalmazza Izrael szemben, ameddig le nem állítják a palesztin polgári lakosság elleni erőszakot, a nemzetközi jog durva megsértését. A kirívó súlyú bűncselekmények magyarázgatása, valamint az áldozatok felelőssé tétele helyett világosan ki kell mondani, hogy a nemzetközi jogba ütköző kirívó súlyú cselekményeket a világ nem tűri el. Izrael állammal szemben ugyanolyan kemény intézkedéseket kell foganatosítani, mint annak idején Dél-Afrikával szemben tette a nemzetek közössége. A legszigorúbb jogkorlátozásnak és a legszélesebb körű bojkottnak kell alávetni a nemzetközi jogot és az emberi méltóságot, az emberi jogokat sárba tiszó államot. Demokrácia csak akkor és ott lesz, ahol az emberek természetes igazságvágya a kormányok döntéshozatalában, intézkedéseiben is érvényre jut. Nekünk magyaroknak és a világ minden jó érzésű emberének oda kell hatnunk, hogy vége legyen a gyilkosság és a terror normalizálásának, és mondjuk ki végre, ahogy a híres Andersen mesében tette a felnőttek hazudozásaira rácsodálkozó kisgyerek, a király mesztelen. Zárójelben, lehet, hogy az agresszorokat bosszantja a gyermekek őszintessége és ösztönös igazságérzete, és ezt akarják megsemmisíteni gyilkos fegyvereikkel? Engedje meg, nagykövet úr, hogy honfitársaimhoz is szólja. Ismételten kérem, hogy bojkottáljunk minden izraeli árut és szolgáltatást. Nyújtsunk anyagi segítséget palesztin testvéreinknek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet útján vagy más módon. Folytassuk felvilágosító munkát a gázai helyzetről itthon és külföldön, különös tekintettel a naív amerikai kisemberekre, akiknek végre követelniük kell, hogy adócentjeikből államuk az egészségügyi ellátásukra, gyermekeik tanítatására és ne izraeli fegyverekre költsön. Szolidaritásunk jeléül hordjuk a palesztin kendőt. Tisztelt nagykövet úr, szeretnénk újra hinni, hogy holnap már a világ természetes rendje szerint felkel a nap, és szeretnénk képesek és méltóak lenni arra, hogy gyerekeink szemébe nézzünk, akik teljes joggal kérdezhetik, hogy hagyhatjátok ezt? Őszinte szeretettel és együttérzéssel gondolunk a palesztin népre. Köszönjük szépen! Szabadságot, bravo! Nincs rajzolt virág,
Tölel elsősor! Yes! Jöjjön úgy jobb fele! Léces helyezd! Ne! Nincs már, aki fele, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, akiért csak pénteken egy órakor, hol a kéz, hol a fény, hozzád még elér. Te legyél, ki nap lesz éj után, de légy, aki megtalál egy régi balladát. Szívét osztja szét, ő lesz a remény. Szívét osztja szét, az élet csak övé. Szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szabát. Yeah.